Jó estét kívánok, kedves nézőink! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket innen a Millennium Kávéház teraszáról. Ma este vendégünk Janics Natasa, kétszeres olimpiai, 12-szeres világbajnok, a kajakozás professzora. Szia, Natasa! Jó estét! Amióta kirobbant ez a Katinén is botrány, azóta nagyon megnőtt és nagyon sűrű lett körülötted a sajtó érdeklődés, hogy így fogalmazzak. Hogy viseled ezt? Tetszik? Nehezedre esik? Nyomaszt? Vagy egyáltalán jól érzed magad ebben? Mondjuk nyáron jól éreztem magam, de ha igazat akarok mondani, akkor azt mondom, hogy zavart, mert nem tudtam ugye nyugodtan készülni, edzéseket nem tudtam végigcsinálni, mert ilyen hirtelen jöttek ugye a kamerák, jöttek a pályára, jöttek ide-oda, és azt se nem tudtam mit kezdeni, és nagyon sokszor lehet, hogy... Nem volt elég kedves az újságírókkal? Igen, igen, de nem voltam durva sem, én nem azt mondom, hogy valamit is megbántam, hanem csak ennyi, hogy elnézést, de nagyon volt, aki erőszakos is volt, és akkor ilyen nem nagyon tetszett nekem. Olyan nagyon nagy volt körülötted ez az érdeklődés, hogy az egyik internetes portálon, az index.hu-n volt olyan nap, amikor 40 ezer látogató olvasta a rólad szóló cikket, ez még májusban volt, és ezzel rekordot döntöttél. Uha. Hát én nagyon-nagyon szeretem az embereket, és mindig a hobbikből is, ami ugye mindig változik, de például amikor elmegyek fotózni, akkor nem a tájat fotózok, hanem inkább érdekes, meg szép nőt, vagy akár mindig embereket fotózom, szóval, és a ragyongóimat is nagyon-nagyon szeretem, a kicsi kajakosoktól kezdve mindenki, aki nagyon szurkol sportolóknak, mert... Neked van példaképed? Nekem az is változik mindig. Ugye volt a Birgit Visser, akkor régen ugye pici voltam, akkor az apukám volt a példaképem. Minden szakákból van példakép az edzőkbe, mindig valahonnan. Szóval nincsen az az egy, aki nagyon-nagyon nagy példakép. Mostanában az anyukám, szóval mindig valaki. Szükséged van a kritikára? Szereted a kritikát, vagy zavar? Nem, ha igazságos. Szóval én nagyon-nagyon, apukám is ilyen volt, és én tőle örököltem azt, hogy nem szeretem, hogyha igazságtalan helyzet van. Főleg most ugye a világbajnokságon a két bátyám azért nem szerzett kvótát, mert rossz pályát kaptak, és az egyes-kettes pályák nagyon döntőbe jutottak, és az ötödiktől ugye kilencedik pálya felé mindig rossz volt, meg erősebb volt a szél is, meg közelebb voltak azok, akik ott bemelegítenek, és csináltak hullámot. Úgyhogy én ott is láttam, ugye az egyesbe a bátyám az kvalifikált, de páros, a másik bátyám nem... majd jövőre várhat arra, hogy megy-e az első olimpiára, vagy nem. Szóval nem szeretem igazságtalan dolgokat. Hát annál is inkább, mivel láttuk, hogy egy darabig tűrted, aztán oda csaptál az asztalra, és nem tűrted tovább az igazságtalanságot ezek szerint. Sokat tűrtem, az igaz, és ott is ugye nem az fájt, hogy ugye rosszat írnak rólam, hanem az, hogy mit gondol rólam a volt edzőm, és nekem egyáltalán nincsen rossz gondolatom felé, mert ismerem, hogy milyen, és ezek szerint ő nem ismer engem eléggé. Kicsit szubjektívan nézzük a te oldaladból, szerinted, hogyha nem a Kati néni lenne az edző, hanem más, akkor is lehetne ekkora sikere a női kajak sportnak? Nem tudom, mert ugye eddig csak Kati néninél, aki akart valamit elérni, az megkeresett, hát ha edzett nála. Én sikeres voltam előtte is, és most is úgy érzem, hogy sikeres vagyok, úgyhogy majd megpróbálok valahogy nélküle is.
Ezzel nagy rizikót vállaltál, hogy egyedül készülsz a nagy versenyekre. Hogy érzed magad ebben, hogy egyedül vagy? Nem nagyon vagyok egyedül, szóval én nagyon-nagyon jól éreztem magam a kenus fiúkkal, meg ott volt mellettem a bátyámnak a mennyasszonya, a Spella, a Ponomarenko. Szóval én nem szeretek egyedül lenni, az ember vagyok, és mindig keresem a társaságot, és egyáltalán nem szeretek unatkozni. De egy nagyon szép fordulatot is vett az életed, hogy majd az egyedül létről és a páros létről beszélünk, hiszen találkoztál álmaid férfiával, mondhatom így? Igen. Ez hogy történt? Egyébként itt ül közöttünk a nézőtéren. Többszörös találkozónk volt, mert szóval én ismertem régen is, de csak amikor lett egy közös bulink, és jobban megismertünk egymást, akkor szereltünk egymásba. Ez mennyi ideje volt? Hát több, mint egy éve. És most mi a helyzet? Most is ugyanaz a helyzet, nagyon szeretjük egymást. De úgy tudom, hogy vőlegényed lett azóta, mennyasszony lettél. Ja, igen. Az augusztus 20-án volt, amikor vége volt a szegedi világbajnokságnak tavaly. Akkor kértem a kezemet, és rögtön igent mondtam. És mi a helyzet a jeggyűrűkkel? Mert úgy hallom, hogy hadilábon állsz a jeggyűrűkkel. Az a baj, hogy tegnap is beszéltem a Petrovics Kálmán egyesült igazgatóval. Ő is mondta, hogy mivel még akkor is sportolt, amikor feleségül vette az Edit, ő is elhagyta többször a gyűrűjét, mert mi sportolok, ugye főleg a vízesek, mindig levesszük, fölveszük, és az ékszerekkel sem vagyok nagyon barát, szóval én most már csak ilyen bizsú szinten tudok gondolkodni, mert drága lesz nekem az a... Csődbe viszed a vőlegényedet a sok jeggyűrű vásárlása. De nagyon szép a jeggyűrű, büszkén mutattad itt előtte. Úgyhogy... Ez a jelkép jeggyűrű, mert van egy kis óra is benne. Nagyon megtetszett, mert én szeretem ilyen különleges, ilyen fura dolgokat. És nagyon szeretsz öltözködni, ezt hallottam. Úgy öltözni, hogy nem érzem magam jól benne. Mindig az számít, hogy pont az élő alkalomhoz felöltözök. Egyébként nagyon különleges dolog, hogy kajakos létedre inkább egy gyenge nő benyomását kelted, mint egy ilyen szélesvállú NDK-s úszónőnek. Tudok én erősen is kinézni ugye a futam közben, vagy éppen a konditeremben, ugye súlyokat emelve, de az a helyzet, hogyha valaki arányosan fölépíti a testet, akkor ez nem úgy néz ki, hogy ez a nagyon erős, de erős vagyok. Úgy érzem. Hát bizonyítják ezek az érmek is, hogy elég erős lehetsz. Nem szeretnék kipróbálni. A kinézet néha csal. Egyébként edzésen és verseny közben a holdponton mi lendített, vagy hogyan, miből merítesz erőt, amikor már elfogyott? Mert sokszor lehet így szerintem. Idő kell hozzá csak. Szóval van, amikor több idő kell, van, amikor kevesebb, attól függ, hogy mennyire mély pont az, amikor... Nehézség. Igen, amikor nehéz, meg túl kell lenni rajta. És hogy szoktál kikapcsolódni, vagy mi? Van egy technikád, vagy ez változó? Nem, az előbb, amit mondtam, hogy idő, meg gondolkodni, hogy megéri-e, vagy mégsem, szóval, de mindig az volt, hogy vissza is. Azért, mert nagyon szeretek kajakozni, és nem tudom egyelőre elképzelni az életemet sport nélkül. Mikor ültél a hajóban utoljára? Világbajnokság után is kajakoztam, de nem olyan szinten, hogy... olyan kemény edzést, hanem inkább szórakozás. Meg vőlegényem is kajakozott. És akkor pihenésképpen nem kajakozol egy kicsit, vagy inkább máshogy pihensz? Én nem szeretek teljesen pihenni, hanem ilyen aktív pihenő. Most is ugye, amikor ott voltam anyukámnál, úsztunk ugye a tóba, a Dunában is úsztunk. Szóval mindig ez a kis aktív görkoriztam, szóval minden olyan kis... aranyos sportok, amilyen csak csinálni kell.
Most úgy tudom, Szegeden élsz, van itt egy kis otthonod. Hogy érzed magad itt Szegeden? Nagyon-nagyon jól érzem magam Szegeden, mert megszerettem, amióta ide jártam, még régen is az apukámmal, mert tetszett az, hogy mindig, főleg amikor beismerősben, meg nagyon sok ember van, olyan kedvesek is az emberek, jó a hely. Szóval, Pesten is ugye laktam, amikor Kati nénél edzettem, akkor télen, általában egész télen ott voltam. Ebben meg az nem tetszett, hogy túl sűrű az a Budapest, és ez inkább nagyon-nagyon-nagyon szeretem a Szegedet. És oda mernek menni hozzád az emberek, vagy gyerekek, felnőttek, és ha igen, akkor mit mondanak, vagy mit szoktak csinálni? Az a helyzet, hogy tényleg azt vettem észre, hogy félnek. Vagy úgy érzik, hogy én megközelíthetetlen vagyok, csak a bátrak azok elmernek odajönni, meg gratulálni, de látom az emberekben, ha hozzám jönnek, vagy nem jönnek, látom, hogy nagyon tisztelnek és nagyon szeretnek. És ez neked nagyon jól esik, gondolom. Akkor menjenek oda többen? Hát engem nem zavarnak. Én már mondtam az előbb, hogy én nagyon szeretem az embereket. Többször említetted apukádat, akkor ő ültetett először hajóba. Hány éves voltál? 6 éves volt, amikor először kipróbáltam, akkor csak ilyen nyáron ugye kajakoztam, és nem semmilyenféle edzőtábor nem volt, hanem ilyen kis kajakozás. És 11 évesen, úgy komolyabban vettem, meg versenyeztem is 11 évesen. Akkor jöttek rá, hogy nagyon megy ez neked? Vagy hogy nagyon nagy tehetség vagy? Jugoszláviában kevesebben ugye kajakoznak, és én rögtön az első versenyen nyertem is 2000 méteren, ilyen minikajakban, és ezt tetszett meg, hogy én hoztam haza egy érmet, és el voltam. Sőt, nem is volt érem, hanem ilyen diplomát kaptam, vagyis oklevelet, hogy mondják ezt, és én ilyen bekereteztem, és otthon van, szóval még mindig őrzöm, és erre nagyon büszke voltam, arra emlékszem, és azért maradtam is ugye a kajakban, meg ugye két bátyám is kajakozott, az apukám is, szóval én szerintem ez jól döntöttem. Melyik a legkedvesebb érmed? Mert van egy pár. Nincsen úgy nagyon, persze ki tudom emelni az olimpiai két aranyat, mert ez a legkedvesebb, de mindegyik nagyon kedves szívemhez. Akkor az olimpiai az többet ér? Azért, mert én úgy vagyok nevelve, én a kicsikorom óta ugye hallgatom, ugye apu indult világbajnokságon, olimpián is, de az olimpiáról úgy volt beszélve, mint egy, tudom, nem azt mondom, hogy Istenről, hanem valami nagy, nagyon nagy dologról, és én mindig, amikor ugye, mikor nagyobb voltam, már ifi, meg már ugye mentek a nagy versenyek is, világbajnokság, akkor mindig az volt az álmom, hogy kiussak az olimpiára, és ott szerepeljek nagyon-nagyon jól. Akkor ez a jövőre nézve is egy álom? Igen, pekingi olimpia az nagyon fontos számomra, mert ugye, hogy megmaradjon ez a hagyomány, hogy először Sydneyben voltam, akkor Athénban, akkor ne maradjon ki egyik sem. Meg szeretsz világot látni. Igen. Most éppen jönnek a többiek ugye Pekingről, mert most lett vége az előolimpiának. Nem sajnálom, hogy nem voltam ott, mert én úgy érzem, hogy én meg ott leszek. És kivel tartod a kapcsolatot a régi csapatból? Hát úgy mindenkivel tartom a kapcsolatot. Az edzőmmel sajnos nem beszélek. A Katival legjobban úgy, mert őt nagyon megszerettem, és mindig, hogy mondjam, korrekt volt felém. Nem lehet érezni egyfajta belső ellentétet ott csapaton belül most, hogy új kettes van, négyes van, hogy szinte ellendrukkolnak, nehogy újra összeálljon a régi négyes meg kettes? Hát az biztos, hogy félnek, mert hogyha én visszamennék a csapatba, akkor rögtön egy páron ugye lemarad, vagy nem kerülnének be. Nem kerülnének be. Lehet, hogy
be is kerülnénk, mi mindig úgy tervezzük, hogy legyen legjobb mindenkinek, ahogy ugye megérdemlik. És mindig az volt a csapatban, hogy mindenki jusson ki, persze nem mindig sikerül, de utolsó éveken, ugye olimpia óta, akárki volt a csapatunkban, ki is jutott a világbajnokságra, úgyhogy, de kevesebb számba. Szóval én nem tudom, nem érzem semmilyen olyan dolgot. Mi lenne a feltétele annak, hogy álljon a Katival a páros? Én nem nagyon, most már nem nagyon bízok benne, hogy de jön nem egy azt jó mondom, tündér, hogy nem bízok benne, hanem nem hiszem, hogy lesz rá esélyünk. Lehet, hogy csak ilyen kicsit majd Peking után az emlék miatt, vagyis, hogy összeülünk, ezt elmegyünk egyet edzeni, de ez van. Jó, hát választottál, döntöttél, okod volt rá, ennyi. Nem én döntöttem. Így alakult. A lényeg az, hogy ott leszel Pekingben, és még sok örömet szerzel nekünk, úgyhogy térjünk egy kicsit vidámabb dolgokra. Említetted, hogy hobbira szeretsz fotózni, szeretsz görkorcsolyázni. Még milyen kikapcsolódásokat szoktál választani, amikor szabadidőn? Hát szabadidőmben mindig az, amire kedvem van. Például a vőlegényednek mi a kedvenc időtöltése? Hát van több. Moziba járni, meg amit szeretik a fiatalok is. És tetszik, ahogy öltözködsz neki? Hát én nekem is tetszik, ahogy öltözködik, meg úgy érzem, hogy ő neki tetszik, ahogy én öltözködök. Ha jól tudom, a civil életben a vendéglátóiparral is kacérkodsz, mert úgy tudom, hogy a Bárka étterem az a te éttermed. Jól tudom? Nem tudok úgy nagyon erről még beszélni, mert semmi nem biztos még, mert ugye a papírok, meg... De van, aki ezt intézze. Jó. Igen. Szóval szerencsére nem nekem kell azzal foglalkozni, de én már több ideje kiszúrtam ugye a Bárkát, és tudom, hogy nagyon-nagyon szerették az emberek, és azért is szerintem valamennyit visszaadni a szegedieknek azt a szeretetet, meg valami külön. Szóval akkor Bárka marad a Bárka étterem helyén, nem kell megijedni, hogy átalakul igen. Valamilyen, nem tudom, hogy milyen üzletház. Semmi. Ugyanaz marad, ami volt. Csak lehet, hogy, mert én nem jártam, ugye én nemrég jöttem Szegedre, és ugye nem 6 vagy 7 éve ezelőtt, mikor még ugye volt a Bárka, úgyhogy én nem tudom, hogy nézett ki. De vannak, szeretnéd, ha igen. Olyan lenne, mint volt ezek szerint. Ugye a Szilárd is tudja, meg a Csonka is tudja, a Kálmán is tudja, hogy nézett ki, vagy valamit próbálunk majd hasonlót csinálni. Amikor készülni fogsz az olimpiára, akkor úgy tudom, hogy akkor el kell menned Szegedre, és akkor hol fogsz készülni az olimpiára? Már beszélgettünk arról ugye az edzőmmel, ugye az edzőtársaimmal, és úgy döntöttünk, hogy Ausztráliába megyünk tavasszal, vagyis február környékén, és ott leszünk több mint egy hónapot, lehet, hogy 2 is, úgyhogy amikor visszajövünk, akkor lehet, hogy még Olaszországba elmegyünk egy kicsit, attól függ, hogy nagyon hideg lesz-e, vagy lehet itt evezni, úgyhogy nagyon-nagyon sok edzőtábori napot fogok tölteni valahol máshol, nem leszek nagyon Szegeden, de ahogy vége lesz az olimpiának, meg az egész dolognak, akkor nagyon-nagyon sokat fogok itt lenni, mint idén. Miért pont Ausztrália? Meleg van, az egy biztos hely, szóval mindig voltunk ugye a régi csapatommal, voltunk Kaliforniában, és pont amikor oda jöttünk, akkor jégeső várt ránk, szóval kicsit furcsáltunk is, de nem volt az a nagyon-nagyon meleg, és néha föl is kellett nagyon öltözni ahhoz, hogy elmenni edzeni, meg ugye vizes lenni, meg fújt a szél, meg minden. De az Ausztrália az egy hely, ahol olyankor meleg van, és sokat lehet kajakozni. Bízunk benne, hogy nem lesznek áradások, mikor megérkeztek. Igen, mondjuk
nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy legyen ott egy olyan hajó, ami megfelelő. Szóval nem azt mondom, hogy ugyanolyan, mint ami itthon van, de amiben normálisan tudunk kajakozni, és ezt szerencsére meg tudtunk oldani, és segíteni fognak nekünk az ausztrálok. Van-e valami titkod verseny előtt, mielőtt elindulsz, amit csinálni szoktál, így megszokásból, kabalából, és elmondod nekünk? Hát nincsen olyan nagyon különleges valami, amit szoktam. Szóval általában ugye verseny előtt koncentrálok sokat, hogy minden meglegyen. Ugye amikor elindulok a pályára, akkor a testszámom, a akkreditációs kártyám, a fontos dolgok, amik nélkül nem tudok rajthoz elmenni, azok meglegyenek, aztán annyi. Szóval nincsen semmi különleges dolog. Te meddig tervezed, hogy kajakozol? Pekingig, mindig a következő évig tervezem, szóval nem nézek nagyon előre, de sokszor az volt, hogy abba hagyom, és inkább valami, én azt mondom, hogy lehet, hogy sportolni fogok Peking után, lehet kajakot, de lehet valami mást. Sportolni jó. Nem tudok még, nem akarok még sok mindent elárulni, de nem mondtam le csapathajókról. Csak ebben az évben rövid volt az idő, nem akartam azzal foglalkozni, hogy most valakit is keressek, hanem próbáltam ugye kijutni a világbajnokságra egyedül. Sikerült valamennyit, valamennyit nem, de én el voltam. Szóval én ezt pihenő évnek szántam, vagy gondoltam. Hát akkor hajrá! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a kávészünet meghívását. Kedves nézőink, önöknek megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot kívánok. Mi itt a teraszon még folytatjuk a beszélgetést. Viszontlátásra!